Mézes kóstoltatás a Pécsi Kossuth téren, mézes reggeli a Szent Lőrinci iskolában, két program, ami egy mozzáruló pályázat keretében zajlott Baranya megyében. A helyi és a horvát méhészek kapcsolatának erősítését, együttműködését célozta meg a B2B projekt. Információcsere, ebben az információcserében mi egészségügyi terén érint információk leginkább, elméleti oktatások, előadások, valamint szomszéd méhészeteknek a megtekintése volt benne, és tulajdonképpen megjelentünk iskolákban, óvodákban, a gyermekek körében népszerűsítettük a hazai termelői mézeket. Ugyanígy tettek a horvát méhészek is. Éppen a 2013-as horvátországi EU-s csatlakozás után született meg az akkori megyei vezetésben, hogy együttműködést hozzanak létre a két ország méhészei között. Mindenhol gond az, hogy a mézfogyasztás még nem érte el azt az Európai Uniós elvárható átlagot, ami egészségügyi szempontok szerint is jót tenne a lakosságnak, a gyermekeinknek, a felnőtteknek, és a projekt arról szól, hogy hogyan tudjuk megismertetni a méz jelentőségét az emberi fogyasztás alkalmával, különös tekintettel az egészségünkre, és hogyan tudjuk a termelői méznek a népszerűségét növelni a környezetünkben. Ezen kívül a méh egészségügyi kérdésekben is összedolgoznak a horvát és magyar szakemberek, hogy óvják a méh állomány egészségét. Jelenleg hazánkban 70 dek az éves mézfogyasztás átlagban egy emberre levetítve. Ezen szeretnének változtatni, illetve a hasonló nagyságú horvát fogyasztást is feltornázni az ottani termelők jóvoltából. A másfél éves B2B program 250 000 euróból valósult meg. Kedden tartották a megyei díszteremben a projektzáró konferenciát.